Köszöntöm a nézőket. A köztérben adásról adásra az egyes választókörzetek képviselői mutatkoznak be, illetve magukat a körzeteket ismerhetjük meg egy kicsit jobban. Mai vendégem Szabó Bakos Györgyné, az egyes számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. Üdvözlöm Önöket is, és a nézőket is. Hát első alkalom, hogy itt a stúdióban beszélgetünk, még nem volt a vendégem, vagy a vendégünk itt a stúdióban, és nem is annyira ismerem sajnos Önt még így közelebbről. Úgyhogy az első kérdés is inkább így Önről szólna, az Ön politikus tevékenységének a kezdetéről, hogy hogyan is indult el ezen a pályán? Hát nagyon érdekesen indult ez a képviselői tevékenységem, mert 2010 óta az egyes körzet képviselőjét, a volt gazdasági alpolgármester mellett dolgoztam végig tulajdonképpen ebben a körzetben. Na most, mivel ő képviselő is volt, meg alpolgármester is, így elég jelentős részét a magának a körzetnek a munkáját rám bízta. Sok tevékenysége mellett ugye nem mindig tudott menni a lakókhoz, kimentem, tehát tulajdonképpen félig meddig ezt a tevékenységet már végeztem 2010 óta. Hát nagyon szomorú esemény volt, ugye, hogy ő meghalt 2019. Égi Tamás. Égi Tamás, igen. És hát, na hát nagyon rossz élmény volt, és ez felborította az addigi járt utat, ugye, és tulajdonképpen emiatt kértek fel, hogy vigyem tovább ezt az ő általa elkezdett egyes körzet képviselői tevékenységét, mivel hogy addig is a körzetet gyakorlatilag félig meddig elláttam, volt kapcsolatom a lakókkal, volt rálátásom magára a körzetben lévő tevékenységekre, felújításokra, tehát igazából mindent láttam benne, úgyhogy emiatt aztán megkértek, hogy akkor vigyem tovább az ő örökségét. Most azért már eltelt egy bizonyos időszak azért most már a megválasztása óta. Mik az eddigi tapasztalatok? Ugye mondta, hogy 2010 óta végül is azért már benne volt ebben az egészben, de hogy azóta, mióta Ön önkormányzati képviselő, azóta miket tapasztalt a körzetén belül? Hát tulajdonképpen nagy változást nem tapasztaltam, mert ténylegesen ugye a lakókkal azért volt kapcsolatom előtte is. Hát annyiban más ez így, hogy egyrészt a felelősség nagyobb, másrészt pedig úgy érzem, hogy jobban fordulnak így már az emberhez, több lakó, több problémával keres meg, mint előtte, de igazából olyan nagyon nagy változás nem történt ebbe az ügybe szerintem nálam. Ugye az Ön időszaka alatt is azért történtek fejlesztések. Miket emelnek ki így az utóbbi időben? Mi minden valósulhatott meg? Ugye, ha jól tudom, azért sok utca, út azért megújulhatott a belvárosban. Hát eleve ugye 2010 óta iszonyatos nagy változáson ment át ez a körzet, meg szerintem az egész város. Ebbe a körzetbe én nem tudok olyan utcát például mondani, amit úgy vettünk át, hogy ne kellett volna felújítani. Volt rosszabb és járhatatlan. Szóval körülbelül ezek a kategóriák voltak. Hát nagyon nehezen fogunk a végére érni, főleg, hogyha még ilyen vírushelyzetek és ilyen dolgok visszavetnek bennünket. Nagyon sok minden megújult, és nagyon sok minden vár még megújításra. Hát csak a nagyobb dolga, hát a fő utca, hát azt hiszem, hogy azt nem nagyon kell senkinek sem bemutatni. A Széchenyi utca, az Arany János utca, a Lakatos utca, a Várkörút, hát szóval rengeteg utca lett felújítva. És nagyon sok vár még, a Távirda, Kégli, és hát a legnagyobb probléma az még maga az utca felújítások, azok még nem is lennének olyan nagyon nagy gondok, meg költségbe is talán előrébb lehetne jutni, többre jutna,
Viszont az a baj, hogy a alatta lévő közművek is mind el vannak öregedve. Nagyon-nagyon régi ennek az egész körzetnek a közműve, az mind szinte cserére szorul. Na most mire egy utcába közműcserével kerül a felújításra, hát ott jelentős része ugye az út alatt van eltemetve, a költségnek egy jó része, és maga az, hogy egy aszfaltréteget, tehát hogy az aszfaltréteg rákerül, hát az a legkevesebb. Tehát így nagyon sokba kerül egy-egy út felújítása. Ezért haladunk ennyivel lassabban, mint ahogy elvileg lehetne, hogyha a közművek nem fognának meg bennünket. De azért tényleg látványos felújításokon azért már túl vannak, mert így tényleg van. Azok az utcák, amiket mondott, azért azok látványosak, és tényleg nagyon szépek lettek. Még itt felírtam magamnak, hogy Széchenyi és a Horváth István utca kereszteződésnél, ugye ott a sávokat egy kicsit megváltoztatták. Igen. Mik a tapasztalatok, hogy mennyivel könnyebb vagy jobb így a közlekedés? Javított a helyzeten, de az az egész területére, tehát mire az én körzetem, az egyes körzetbe bejutnak, ugye ott a Horváth István út Széchenyi sarkán, abból az irányból, hát, bocsánat, odáig is nehéz elvergődni. Ott már azért ez valamit segített, tehát igen, több helyen kellenének a kanyarodó sávokat kialakítani, könnyíteni azon, hogy ne torlódjanak fel. Hát ebbe segített, hogy a torlódást egy kicsikét megszüntette, és ez lehet, hogy több helyen is majd még kelleni fog. Hát kell, próbálunk segíteni, iszonyatos a közlekedési teher ezen a körzeten, de szerintem az egész városon most már. Tehát a hely az adott, nagyobb belvárost nem tudunk, nagyobb utakat nem tudunk biztosítani, úgyhogy nehéz, tehát ilyen kis trükkökkel egy-egy sáv bővítésével lehet csak segíteni. Ugye mondtuk itt az utakat, utcákat, amik megújultak, de tereink is vannak, amik a belvárost szépítik és szebbé váltak, például az Országzászló tér. Hát az nagyon-nagyon szép lett, én szerintem. Egészen más képet mutat most a Pő utcán valaki elsétál és ránéz arra a térre. Kellenek ebbe a körzetbe, nagyon kevés a park, a zöld terület, a tér. Ugye egy kubusos beépítés, régi beépítés, nem igen van, úgyhogy minden, amit egy kicsikét tudunk javítani a meglévő adottságokon, az nagyon sokat számít, így a Bartók Béla tér is most, hogy megújult. Tehát ezekkel tudunk valamit elérni, mert sajnos többet nem tudunk nyújtani ebbe a körzetbe. Itt az Országzászló téren is gondolom én, hogy azért igény volt már így a lakosság részéről is, hogy azért a zöld felület azért mégiscsak szebben nézzen ki, meg azért mégiscsak egy rendezettebb tér alakulhasson igen, ki. Igen, a rendezettség, a mai kornak megfelelő kialakítás azért az arra kell törekedni, abba érzik jól magukat a lakók, meg az ide látogatók azért mégiscsak más képet kapnak a városról. Nem lehetett úgy hagyni. Minden olyan elavult, elhanyagolt állapotú. Nagyon-nagyon szeretném, polgármester úrral volt egy bejárásunk, városgondnok úrral, hivatal részéről a körzetbe egy kicsikét megnézni, hogy mi milyen állapotban van. Hát mondjuk én tudom, csak felhívtam a figyelmüket rá. Hát például szívem csücske lenne a Vörösmarty térnek egy olyan tervet készíteni rá. Ott van két gyönyörű szobor. Olyan elhanyagolt környezetben vannak, hogy tehát amink van, legalább azt próbáljuk meg tényleg a maximumot kihozni belőle, és egy szép, látványos dolgot, kellemes környezetet kialakítani, mert nem sokra van lehetőség ebbe a körzetbe. Igen, említette már a Bartók Béla teret, nagyon-nagyon szép lett, de még nem teljesen értek a végére, ugye? Még azért ott is vannak közműcserés. Hát dolgok. Igazából vannak még visszamaradt munkátok, meg hát a növényzet, ami majd tavasszal még azért oda kerülnek, az nagyon sokat fog még segíteni a térnek a képén. És hát ugye ott még az Oskola utca vissza van, tehát meg lett csinálva a Jókai, az Oskola még ott vissza van. Hát van mit tenni, tehát az egy-egy ilyen kis részt, ha kiragadunk, akkor kell menni tovább, mert ugyanolyan rossz állapotokat találunk.
Itt a Bartók Béla térnél egyébként mi volt a koncepció? Mi szerint szerették volna, hogy átalakuljon? Hát ez eredetileg is egy, annak idején is egy rendezvénytérnek készült, épült, tervezték, és hát arra sincs sok terünk ugye a rendezvényekre, és így jött az ötlet, hogy akkor az eredeti ötlet megvalósítása, ugye nemigen lakott rész, tehát még ez a legkevésbé jelent terhet a lakóknak egy-egy rendezvény szempontjából, mert itt intézményi részek vannak főleg. Hát nem nagy ez a tér sem, de én szerintem azért nagyon-nagyon sok jó kulturális eseménynek fog tudni helyet adni, és egy szép környezetbe. Nagyon remélem, hogy a fiatalok nem teszik tönkre az odarakott dolgokat. Igen, de egyelőre azért tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen szuper kis diáktér, tehát igen, hogy tényleg azok, akik oda járnak mondjuk a ciszterci gimnáziumba, azok nagyon szépen iskola után mondjuk ki tudnak ülni, akár egy igen, kicsit tanulni is. És akkor az Oskola utca környékével ott mi lesz? Ott mikorra várható, hogy ott a közművek majd rendeződnek? Hát nagyon nehéz most bármit mondani, hogy mi mikorra várható. A terveink megvannak, jó sok terv van, mert már a 2020-as évben is maradtak el, ugye, amik akkora lettek betervezve. A járványhelyzet az teljesen átírta a terveinket, elképzeléseinket. Ugyanúgy megvannak a tervek, ugyanúgy megvannak, hogy betervezzük a dolgokat. Eredetileg itt most 21-re be volt tervezve, hogy ugye a Bartók Béla tér befejezése után folytatnánk az Oskola utcával. Egyelőre én úgy látom, hogy ez is most egy kicsikét megállt, tehát nem állunk neki, de a terveink közt szerepel, ahogy jut, nem tudjuk még mennyit viszel a 2021-es évbe is a költségvetésből ez a járvány, a bevételek csökkenésével, a kiadások módosításával teljesen átíródik a költségvetése a városnak. Első szempont ugye a működés, stabil működésre megvan a városnak, ez biztosított, és ezek, amik be vannak tervezve, hát ezeket tologatjuk el. Nem merek jósolni, tehát konkrét dátumot én szerintem senki nem mer mondani most. Hát akkor majd még várunk, hogy tényleg magyar, most ami, hát nem túl jó, de hogy most a turisták mondjuk nem tudnak jönni, tehát igen, hogy tehát, hogy még egy kicsit sajnos így ekkor ez így rá is ér. Ott a környéken maradunk egy kicsit, ugye a Szent István Király Múzeumnak a rendház épülete viszont hát újul, szépül, teljesen átalakul. Teljesen átalakul, az is egy gyönyörű, tényleg a mai kornak abszolút megfelelő kialakítás lesz ott, már múzeum terén, ugye nagyon jó dolgokkal és nagyon szép kiállításokkal, már tervezik a kiállításokat a nyitás után. Hát reméljük, hogy az is fog vonzani. Az egész városnak én szerintem nagyon-nagyon el volt az elmúlt évtizedekben hanyagolva jelentősége. Tehát azért koronázó város, királyaink, stb. Ezek nem kaptak elég hangsúlyt. Most olyan kiállítások majd lesznek, amik remélem, hogy azért tényleg felkeltik a turisták, meg az ország más részében lakók érdeklődését is, hogy tulajdonképpen milyen fontos helyszín ez a Fehérvár az országnak. Igen, mi voltunk bent forgatni, én is ott voltam egyébként bent a rendház épületében. Tényleg nagyon nagy munkálatok vannak, viszont ígérik, hogy már esetleg októberre ugye elkészül, sőt esetleg tervezik, akkor hogy ígérik, októberben igen, már készen is lesz. Igen, igen, így ígérik. Én úgy tudom, hogy egyelőre a tervek szerint halad a felújítás, tehát elképzelhető, hogy tényleg az idén nagyon örülnék, hogyha tényleg úgy szépen az elkezdett dolgok befejeződnének, mert nagy teher azért ez a város lakóinak, a belváros lakóinak mindenféle ilyen felújítás, lezárás, amúgy is szűkek a helyek, tehát jó lenne tényleg, hogyha mennénk kifele belőle. A belvárosban ugye akkor már sok minden megújult, vagy most éppen megújulás alatt van, de mik a tervek még így, hát ha úgy nézzük, akkor mondjuk a nagyon jövőbeli tervek még a belvárost illetően? Hát nagyon komoly felújítás előtt állunk a Pruhászka kis budai
szintén közműcserével való felújítása, ami egy hatalmas nagy falat lesz megint. De hát bármelyik részt mondhatnám, ugye, hogyha nekiállunk, akkor nagy teher az ott lakóknak, mert eléggé hosszadalmas, mire ugye a közművek is kicserélésre kerülnek. Ezt is idén elkezdenénk, tehát úgy volt tervezve, hogy kezdjük. Meglátjuk ezt is, hogy hogyan tudunk ebbe is beleállni, és aztán menni tovább a körzetbe, az a többi részekre majd haladunk. Igen, itt olvastam, hogy a Pirosalma utca, Gyümölcs utca, ott például a közvilágítást fogják majd rendezni. A Pirosalma utcának a járdája az már 2 éve elkészült, maga a Gyümölcs utca, Martinovics, tehát ott abban a részben már több utca fel lett újítva, egyedül ez a Pirosalma utca maradt ki, ez is be van tervezve, bent van az idei évi költségvetésbe. A Gyümölcs utcának a közvilágítása az eléggé problémás, nagyon rossz, tehát mindenképpen szükséges a felújítása, viszont a platánsor miatt ott a Gyümölcs utcában az összes közmű problémás annak a megoldása. Egyelőre idén úgy van tervezve, hogy a tervezésével lennénk meg, tehát hogy lehetne ott megoldani. A Munkácsi iskola oldalában például abszolút kint voltunk helyszínelni. Ott például, hát azt mondják, hogy oda nem is nagyon tudják megoldani például. Nem tudom, még nem láttam a terveket, nem készültek el. Átbeszéltük, hogy azért ugye szükséges, elindul a tervezése, és akkor utána még azt megrágjuk, hogy akkor hogyan fog az a valóságban megvalósulni. Egyelőre a tervezés folyamatában vagyunk. És a Prohászka út 30/B, ugye ott pedig egy parkolót szeretnének kialakítani. Hány férőhelyes parkolóról lenne szó? Hát körülbelül egy olyan 20 férőhelyes lenne az előzetes felmérés szerint. Még várjuk a lakóknak a visszajelzését, hogy ők ott hogyan képzelnék el. Több variációt készített a Városgondnokság. Vannak fák, amiket ugye ott óvnának a lakók, meg is értem, hiszen ez az egész Prohászka rész, annak ellenére, hogy elég régi beépítésű, itt már sok a zöld, nagyok a fák, megnőttek, tehát egy eléggé szép zöld területű lakórész, viszont itt megint ezekhez alkalmazkodni kell. Itt is szűkek a helyek, tehát csak egy ilyen bontással tudunk például egy ilyen 20 férőhelyes parkolót nyerni, kialakítani. Szerintem ilyen kis léptekkel tudjuk csak átöblíteni ezt a részt, mert mindegyik még a régi szűk kis utak vannak bent. Nincsenek nagyon helyek, mert vagy park, ami jó, mert zöld, tehát élhető az a rész nagyon ilyen szempontból, de nem sok ilyen hely van. Tehát ilyen kicsikeket tudunk lépni, kialakítani, de nagyon kell, mert ez sem a mai kornak megfelelően épültek és alakították ki. Ugye már ugye egyre több autó van, tehát most már azért mondhatjuk azt, hogy egy családnál nem is egy, hanem akár két autó van. Egyébként így a belváros közlekedését tekintve, vannak-e még tervek? Ugye azért elég rendesen átalakult mondjuk így a Várkörúton is a közlekedés. Azzal kapcsolatban egyébként milyenek a visszajelzések? Hát az egész körzet az telített, állandó probléma a parkolás, tényleg, ahogy említette is, egyre több az autó, és a helyünk az pedig változatlan. Tehát csak a parkolóházakban látom én a megoldást. A Palotai úton, amit az önkormányzat lebontott 2-3 évvel ezelőtt, megvásárolt 2 ingatlant, ott van kialakítva most egy ideiglenes parkoló, oda van tervezve egy parkolóház, ami hát egy kicsit fog segíteni a belvárosnak annak azon a részén, amihez az közel van, Mátyás király körútra szeretnénk ugye átkötni,
tehát azt a részt egy kicsit talán tudja tehermentesíteni, de hát valljuk be, őszintén mindenki oda akar menni a házához, a háza elé, a gyereket az iskola elé kell vinni, tehát erre nem alkalmas ez a város rész. Egyáltalán nincs ennyi helyünk, de állandó problémák vannak. Megépült, ugye 19-ben átadták a Távirda utcába, mondjuk az egy magántőkés, magánerős beruházásból készült. Hát reméljük, hogy az is egy kicsikét segít, az meg a város, ennek a városrésznek azon a részén egy kis terhet talán levesz. Próbálkozunk, de ez a hely, ez csak a parkolóházak lehetnek megoldások, mert itt nem tudunk több parkolót már építeni a felszínen, nincs. Például ez a parkolóház, amit említett, akár segítség lehet azoknak, akik majd a köztársasági mozi épületéhez el szeretnének jutni, igen, hiszen az ugye egy kiállító tér lesz. Igen, meg hát ott is sikerült azért, azt hiszem 12 parkoló helyet kialakítani, nagyon szűk helyen van ez az egész, tehát cipőkanállal van minden megoldva, tehát ott is azért egy pár autónak sikerül azért parkolót kialakítani, meg hát ott lesz ez a parkolóház. Hát mást megint nem tudunk ott megvalósítani, nincs hely. Igen, és ugye mondtuk is ezt a köztársasági mozi épületét, bejáráson voltak nem is annyira régen, és megtekintették, hogy miből lesz majd, és mi minden várható. Hát ez meg a másik hihetetlen dolog, hogy 400 éve robbant fel ez a székesegyházunk, amit Szent István király építetett, egy grandiózus székesegyház volt, és ebbe zajlottak ugye a koronázások, a temetések, a házasságkötések, tehát egy olyan helyszín volt ez az országnak, ennek a népnek, hogy hát az ember el se tudja képzelni azt, hogy eddig ez nem volt fontos, vagy hogy miért nem lehetett ezt eddig valahogy egy kicsikét központi témává tenni. Na most ugye évtizedek alatt összegyűjtött, akkor az időben szét dobálódott kövek, amik között zajlottak ezek az események évszázadokon keresztül, és hát gondoljuk meg, hogy ezeket most oda kiállítjuk, egy kicsikét meg lesz oldva, hogy látványba is valahogy el tudjuk képzelni ezt az egész bazilikát, hogy milyen hangulata lehetett. Sok minden bekerül ebbe a kis volt mozi épületébe, ügyes tervezéssel, helykihasználással, nagyon sok mindenre lesz alkalmas. És hát én nem tudom, nekem az jutott eszembe, hogy amikor életemben először az Akropoliszon jártam, hogy úristen, hát azokon a köveken járok, amin azok az emberek évszázadokkal ezelőtt jártak, és itt is ez az érzés jön elő bennem, hogy ott látom azt a követ, amit Szent István király látott. Hát szóval azért ez, és nincs az országnak még egy ilyen szakrális helye, mint ez a Fehérvár. És most azért valami, de azért tovább kell ezt gondolni, én azt hiszem. Ez az első lépés. Tudom, hogy így nagyon nehéz időpontokról beszélni, de hogy például a régi mozi épülete mikor lesz, akkor tényleg egy ilyen kiállító, hogy mikortól lehet majd látogatni? Hát szerintem 22-ben ez meg fog valósulni. 22-ben én bízom benne, hogy ott nyitás lesz, és láthatjuk, és addigra a járvány is elmúlik, és akkor minél több ember jöhet és nézheti. A munkálatokkal kapcsolatban érkeztek-e, hát nem tudom, ilyen lakói megkeresések, aggódnak-e attól, hogy majd ott mi mindennel fog járni majd az, amikor tényleg elkezdődnek a munkálatok? Az elején igen, volt egy ilyen kis félelem bennük, hogy ez az egész építkezés ott hogy fog lezajlani. Megmondom őszintén, ott a helyszínen, mikor voltunk a munkaterület átadásakor, voltam ott, és hát hogy daruval fogják be a nagyobb elemeket ugye bejutatni, mert nem fér be oda semmi, egy nagy teherszállító nem tud bemenni.
és hát a darut is, ugye, akkor mondták, hogy darabokba, és ott lesz összeszerelve azon a kis helyen, ami szabad hely van ott hátul, oda fogják felállítani, de hát úgy ott szerelik össze. Tehát igen, szóval voltak félelmek, és fogzajjal, és fogporral járni. Az épület fölött lakók vannak, tehát lakások. Ott például már leponyvázták, por ellen majd a kivitelező, megbeszéltük, hogy fogja védeni a lakóknak az épület részét. Sajnos, igen, el kell tűrni, mert fog zajjal, porral járni, ezt nem tudjuk kivédeni, de hát ennek a városrésznek ez a... De még egy építkezés különben még a családi házas részeken is megterhelő a közvetlen szomszédok részére, itt meg azért sokkal több embert zavarhat. De nagyon rendes volt, nagyon sok mindent megígért a kivitelező, tényleg maximálisan a lakók érdekeit próbálja szem előtt tartani, minél kevesebb probléma legyen. Mégis van egy jó példa, mert azért szemben ott épült egy lakóház, és annyira nem tartotta föl szerintem sem a forgalmat, és nem okozott annyira nagy dolgokat. Hát itt a forgalmat annyira nem fogja ezt sem feltartani. Ott ugye meg tudta oldani saját részen, tehát nem igen volt zavaró a Várkörúti forgalom számára. Itt sem lesz a Várkörúton, nem fog építkezés zajlani. Egyetlen egy alkalommal, egy kis időre lesz, amíg magát a Várkörúti portál részt fogják csinálni. Addig lesz valami, ott is csak a járdát fogják elfoglalni, tehát magában a forgalomban, a gépkocsi forgalomban nem lesz én szerintem zavaró. Hátul az egész inkább a Távirda utcáról fog zajlani maga az építőanyag beszállítás, amit be tudnak onnan szállítani, hát amit daru visz be, azt ugye valahonnan majd a daru emeli be. Ott lesz egy kicsit a forgalom megvariálva, át lesz egy kicsikét alakítva, hogy egyáltalán be tudjanak fordulni, egy szűk kis úton tudnak bemenni, bejutni hátul, arra rá kell tudni fordulni, tehát emiatt lesz egy kicsikét megmódosítva a közlekedés, meg egyáltalán a parkolás ott a Távirda utcába. És hát esetleg lesz olyan, hogy egy minimális időre lezárásra még onnan be tudnak majd jutni anyagokkal, de nagyobb változást nem fog okozni a forgalomba. Köszönöm szépen a beszélgetést, lassan a végéhez érünk, viszont ami nagyon fontos, hogy hogyan érik el most így a járvány időszakában önt a lakók? Tájékoztattam a lakókat, ugye megjelent egy körzeti újság, abba is szerepel. Az irodára is az ajtóra kiírtam az elérhetőséget, honlapon fenn van. Tehát gyakorlatilag én megtartom a minden hónap második kedjén a fogadó órámat elvileg, elérhető vagyok telefonon, online, e-mailbe, bárhogy el tudnak érni, telefonokat kapok. A fogadó óráimon annyira nem jellemző, hogy tartanák ezt, de nem is érdekes, tehát nincs is jelentősége, hiszen nincs közgyűlés, nincs bizottsági ülés, tehát igazából bármikor fel tudom venni a telefont, nyugodtan kereshetnek e-mailbe is, bármikor elérhető vagyok. És akkor az összes elérhetőség az megtalálható a székesfehérvár.hu honlapon. Igen, a képviselőtestületnél ugye minden képviselőnek megvan az elérhetősége. De az önkormányzatnál is én meghagytam ott is, hogy bárkinek nyugodtan kiadhatják a telefonszámomat, úgyhogy elérhetnek, hogyha akarnak. De el is érnek, tehát azért keresnek. Kisebb problémákkal, kicsikét lájtosabb az élet, nem pörgünk annyira most, De azért vannak, intézkedünk kisebb ügyekbe. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és egy kicsit jobban megismerhettük az egyes körzetet, hogy mi minden történt, és mi minden várható még a jövőben. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a mai köztérben az egyes választókörzetet ismerhettük meg egy kicsit jobban. A vendégem Szabó Bakos Györgynél volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!